De semmire való, szláb. Nem, mintha nem élvezném, hogy újra legyőzhetlek, Dr. Black. De nem unod már a folytonos vereséget? De nagyon is. Épp ezért csaltalak ide. Azt hiszed, le tudsz győzni egy pár bajban? Nem hiszem. Tudom. Nyugi, Burpee. Eljön a te időd is. Nos, elmondod végre, hogy miről szól ez az egész? Vagy inkább találjam ki? Jobbat mondok, Will Shane. Megmutatom. Az egy szláv. Black, mi az ördögöt tettél vele? Megjavítottam. Jobbá tettem. Most már elég jó ahhoz, hogy legyőzzön téged. Az erő, amiről eddig álmodni sem mertem. Van fogalmad arról, hogy mit művelsz? Megveszteketed a szlágokat? Ezzel egész látterát elpusztíthatod! Black! Állíts meg! Meg kell állítanod, Black! Black! Találd meg a fiam! Találd meg Ilányt! Add oda a levelet! Menj! Te itt? Apa az, ugye? Édesfiam, ha ezt a levelet olvasod, azt jelenti, elestem Slugtel a védelme közben. Ez az egyik kockázata a Shane névviselésének. A kockázat, mellyel egy napon neked is szembe kell nézned, ha úgy döntesz, a nyomdokaimba lépsz. Sok Shane harcolt már Slugteráért. Ha te is ezt az utat választod, emlékezz az egyességünkre. 15 éves korom előtt nem. Minden Slugterai kalandomat elmeséltem neked, és neked is lesz részed belőlük bőven. Lejutni Slugterába nem lesz nehéz. Kijutni onnan már sokkal inkább. Ha úgy döntesz, mégis lemész. Mindaddig egyirányú utazás lesz, míg meg nem fejted a hazajutás titkát. Tudom, hogy mindig is azt terveztük, első utazásodat együtt tesszük meg. De ezt most egyedül kell végigcsinálnod. Rengeteget meséltem már neked Slugteráról, de ez csak töredéke annak, amit látni fogsz. Majd 200 kilométert fogsz utazni a föld felszíne alá egy olyan helyre, ahová eddig csak néhány kiválasztott juthatott el. A székben biztonságban leszel, csak kapaszkodj erősen. Készen állsz, Burpee? Slugterra. Föld alatti világ. Első rész. Ez annyira király! Wow! Wow! Ah! Au! Hű, Slugterra. Az alattunk lévő világ. Végre itt vagyok. Amint megérkezel Slugterába, menj a sírmenedékbe, melyet pár száz méterre a landolás helyétől találsz meg. Készen állsz új otthonunk felfedezésére? Micsoda rendetlenség! Itt minden eszközt megtalálsz a béke fenntartásához.
Ideje felszerelkezni, Burpee. És természetesen vár rád egy saját nekabészt is. Boldog születésnapot, fiam. Kösz, apa. Bár bevallom, egy kissé klasszabb dologra számítottam. Ó, ez igen! Ekéi modell! Akkor legyen a neved mondjuk Lucky. Többnyire mindig van tartaléklőszerem, de a szlágokat magadnak kell megtalálnod. És ez lesz a legfontosabb feladatod, Eli. Itt lent a szlágok jelentik mindennek a kulcsát, és rá fogsz jönni, hogy ők nem csupán egyszerű lőszerek. Ha? Ne lőj! Ne lőj! Te ki vagy? Hogy én ki vagyok? A kérdés, hogy te ki vagy? Én kérdeztem előbb, és az én kezemben van a fegyver. Látom, hogy okos vagy, akárcsak én fiatal ember, prontó vagyok szolgálatodra. Nyomozó, felfedező és tehetséges molenoid. Érdekes, apa sosem beszélt rólad. Apa? Vincent, a te apád? Természetesen, erre is van egy tökéletes magyarázatom. Na jó, igazából sohasem találkoztam vele, de ha találkoztam volna, kétség kívül könyörgött volna, hogy legyek csapatának tagja, ahogy te is fogsz, hisz mire jó egy sén, ha nincs egy felfedezője, aki irányt mutathat neki. Aha, csak hogy apa azt sem mondta, hogy szükségem lenne egyre. És így dől romba egy álom. Talán még találkozunk egyszer, ha sikerül átjutnod a sziklabarlangon, az északi üregeken, vagy a lávás szakadékon. Tudod, talán mégiscsak jól jönne egy felfedező. Juhuhu, igen, igen! Okosan döntöttél, ifjusén! Az én nevem Eli. Jó név, könnyű kimondani. Meglásd, ifjú Eli, nem fogsz csalódni. Az jó. Mert ha le akarjuk győzni a gonoszt, akkor először is kell találnunk néhány szlágot. Nos, sénként minden bizonnyal lenyűgöző szlág arzenállal rendelkezel, mutasd őket! Igen, igen, nagyon cuki vagy te is, de hol a többi? Nincsen többi, de Burpee fantasztikus. Csak egyetlen egy szlágod van! Muszáj néhány tapasztalt szlágot nyerned egy harcban, és én tudom is, hogy hol. Ez csak egy kis helyi verseny, ami egy sénnek meg se kottyan. Most meg mi van? Szlágokat kell nyernünk! Van még valami, mielőtt elindulunk, amire egész életemben vártam. És mégis mi az? Kilőni egy szlágot a fegyveredből? Aha. Készen állsz, Burpee? Egy pokoli szlág? Ez igen, Burpee! Dej! Lássuk csak, hogy kell egy ilyet beindítani? Egy flaringó nyáj! Ezt nézd, Burpee! Várjunk csak, te nevet adsz a szlagoknak! Miért, te nem? Add abba, trágár bestia! Hát, ez is lehet egy név. Tudod, a megfigyelő képességem nagyon kifinomult. És úgy tűnik, sok nyilvánvaló dolog számodra nem is annyira nyilvánvaló. Hát, tudod, én a sének legtitkosabb rejtek helyén nőttem fel, melyről csak a sének tudhatnak. Hát persze, hogy ne? A séneknek sok titkuk van, Eli, de a legfontosabb a hely, ahol élünk. Senki sem szerezhet tudomást róla a felszínen. Túl sok veszélyt rejt mindkét oldal. A két világot örökre külön kell tartani. Mi folyik itt, Pronto? Ne nézz oda, csak haladj tovább! Úgy tűnik, a srácnak el kéne egy kis segítség. Egy béke fenntartó sén hiányában Slugterra barlangjai, hogy is mondjam, kis és óriásak lettek. Értem, de most már van egy sén. Semmi közünk hozzá. Minden bizonnyal te is úgy gondolod, hogy egy okos hős megválasztja küzdelmeit. Ez mind? Semmi, aminek használt vehetném. Menekülj! Ki mer beleszólni? Ha nem Vincent a neved, jobb, ha tovább állsz. Az az apám neve. Én csak folytatom, ahol ő abba hagyta. Ó, való!
valóban! Will Shane-től mindenki retteget, de te csak egy gyerek vagy! Egy gyerek kezében egy fegyverrel. Szeretnél próbára tenni? Kodiája! Talán ez igent jelent. Kösz, Pronto! Ki az a Pronto? És szívesen. Tudod, ez az út tele van ilyen fickókkal. Légy óvatosabb. Meg! Ki vagy te? Hát itt vagy. Látom, már is hoztad az igazságot. Nem akarlak többé itt látni. Egy fegyvertől és egy molenoidtól még nem lesz elsényt egy gyerek. Azt hittem, a Shane név már önmagában is jelent valamit, de az a fickó kinevetett engem. Ha tiszteletet akarsz, azt csak harccal tudod kivívni magadnak, mint Pronto a bátor. Ha most nyersz, mindenki tudni fogja, hogy egy Shane visszatért, hogy harcoljon az igazság és az ártatlanok védelmében. És ha nem nyerem meg? Akkor továbbra is a káosz lesz az úr, és egy reménytelen idiótaként fognak rád tekinteni. De ez természetesen nem történhet meg. A farzsebedben van a győzelem, öreg. Shane? Ezt nézzétek! A gyerek azt hiszi magáról, hogy ő egy Shane. Jól van. Téd az utolsó szabad hely a selejtezőben. Sok szerencsét, szükséged lesz rá. Selejtező? Csak egy kis párbaj, hogy indulhass a versenyen. Nincs miért aggódni érte. Oké, klassz. Végre párbajozhatok valakivel. Mi? Micsoda? De még sosem! Még sosem párbajoztál, de hisz egy Shane vagy? Nos, ez egy hosszú történet. És nem biztos, hogy a többieknek is tudniuk kéne róla, ugye? Nem, persze, hogy nem. Most azonnal kell találnom egy ellenfelet neked! Mindjárt jövök! Elnézést! Útban vagy. Ó, hát te vagy az! Kösz még egyszer! Tudod... Hogy megmentettelek? Maradjon a mi titkunk. Hát, jövök egyel. Eli vagyok. Trixie, a fickónak azt mondta, te egy Shane vagy. Ez igaz? Igen! És csak azért jöttem, hogy nyerjek pár szlágot, amivel harcba szállhatok a bűnözés ellen, meg ilyenek. Mit csinálsz a kamerádban? Felveszem a versenyeket, hogy majd visszanézve tanulhassak másoktól. Ő kicsoda? John Bull. Őt is le kell győznöd, ha meg akarod nyerni a versenyt. Egyetlen gyenge pontot sem találtam, kivéve, hogy egy eszement fajankó. Mondd, nem kellene gyakorolnod? De, a barátom épp egy gyakorló ellenfelet keres nekem, ha csak nem érdekel a feladat. Hogy ellesd a trükkjeimet? Kösz, nem. Inkább filmezlek és tanulok a tieidből. Ráadásul a barátod már talált is valakit. Ilás, én! Ő itt Korzén! Na, mit szólsz? Azt, hogy ez nagyon fájdalmas is lehet. Azt mondtad, hogy egy Shane-nel fogok párbajozni, ez csak egy gyerek. Te meg egy barlangitról vagy. Kitalálom, te sem akarsz velem párbajozni. Mindig arra vágytam, hogy egy barlangitrollal találkozzak. Egy barlangitrollnál sosem találsz becsületesebb és lojálisabb lényt. Az apám mindig ezt mondta. Egyértelmű, hogy kevés molenoidot ismert. Will Shane ezt mondta. Ez azt jelenti, hogy párbajozol velem? Válasz! Flopperek, ugye? Remek! Mi? Nem remek! A flopperek haszontalanok! Minden szlák hasznos. És mit tudsz a párbajozásról? Hogy mit? Először választasz egy szlágot és betöltöd. Ha eléri a 160 km/h sebességet, átváltozik, és addig harcolsz, amíg az ellenfelet feladja. Apám már vagy százszor elmagyarázta. Csak hogy a magyarázás még nem párbajozás. Ebben a versenyben, ha nyersz, választhatsz egyet az ellenfél szlágjai közül, ami azt jelenti, hogy ha veszítesz, akár csak a selejtezőben is... Elveszíthetem burpee-t. Készen állsz mindent egy lapra feltenni? Nem sok választásom van, ugye? Ugye. Párbaj! Ez nem fair, nem álltam készen. Ez a lényeg, hogy mindig képár baj. Állj fél oldalt, így nehezebben kap el. Ugye tudod, hogy ezzel segíted a versenyt? De cuki, azt hiszi, ez egy verseny. Párbaj!
Nem rossz. Nem kell minden alkalommal célozni. Próbáld inkább megtéveszteni. Valahogy így, érted? Igen, pont erről beszéltem. Ez az, ő az az Elijah, akit ismerek. Vagyis, szóval, akit nemrég ismertem meg. Okos lépés. Akár csak a kisleltetett flatulorinkuszom. Hogy lehet, hogy még sosem párbajoztál? Megígértem apámnak, hogy 15 éves korom előtt nem harcolok. Kitalálom. Boldog szülinapot. Tegnap. Jó érzésem van veled kapcsolatban, Eli. Lehet, hogy nem vagy túl ügyes, de helyén van a szíved. Szerinted akkor készen állok? Az biztos. Hogy? Nem. Menni fog, hidd el. Sőt, már előre sajnálom azt, aki ellen küzdeni fogsz. Tényleg azt mondtam volna, hogy sajnálom az ellenfeledet? Visszaszívom. Chalkwire-rel fogsz megküzdeni. Jobb, ha feladod, még életben vagy. Shane. Szét fog szedni téged. Jaj, ugyan már. Nem néz ki olyan keménynek. Mit szólsz hozzá, Burpee? Csupán egy tézörlinget használ. A látottak alapján nem sok trükkje van. Csak néhány. Tudjátok, nekem is van pár trükköm. Tényleg? Hát, persze. Tudsz egy pár trükköt, ugye? Ne aggódjatok, nem lesz baj. Biztos vagyok benne, hogy... Egek darabokra szedi a céltáblákat. Tudod, a tézörlingek nagyon kemény szlágok, de néha kudarcot vallanak, ha túlhajszolják őket. Nem mondod. Azt mondják, egy Shane vagy. Pontosan. És mindössze egy flaringód van, meg egy halom floppered. Aha. Bolond vagy, hülye vagy mindkettő. Más választás nincs. Még nem Burpee, de hamarosan. Miért nem használja Burpee-t? Eli, flopperekkel sosem fogsz győzni! Ne, várj, azt hiszem tudom, mire készül. Készülj fel a sokra, gyere! Még egy icipicit. Megvárta, hogy az egyik tízörling meghibásodjon. Jól van, Burpee! Most! Fújj le! Fújj már le! Feladom! Te győztél! A győztes! Eli Shane a győztes! Buffy, sikerült! Igen! Talán mégiscsak egy Shane vagy. Chalkwire, gyere és hozd a szlágokat! Igen. Válasz csak. Van egy pár jó darabja. Várj, gondoljuk át alaposan. Nem, Cord. Jobb ötletem van. Melyik őtök szeretne velem jönni?
Tudjátok, én egy Shane vagyok. Vagyis a verseny után egy életre szóló kaland vár rátok. De megkérded a szlagokat? Őket nem szokták megkérdezni. Üdv a csapatban, kis haver. Mit szólnál a Zsul névhez? Ő itt, Burpee. Ügyes vagy, de most, hogy versenyben vagy. Na hét, hogy segíteni fogunk. Mindannyian nyerni szeretnénk. És jobb, ha felkészülsz. Az első menetre a lávás szakadéknál kerül sor. És az ellenfeleid, ők lesznek. Ajjaj. Dr. Black, ezt látnia kell. Egy felvétel a heringszárka barlangnál zajló versenyről. És mégis miből gondolod, hogy érdekelne engem? Mert ő azt állítja, Eli Shane a neve. Ön szerint van kapcsolat? Nos, ha igen, akkor nekünk van Shane megsemmisítő módszerünk. Ami azt illeti, nem is egy.